Sziasztok! Sajnos nagyon gyakori jelenség, hogy egy rapper a magánéleti döntéseivel a saját karrierjét dönti romba. Sokan bizony képtelenek elszakadni a bűnözői múlttól, és ezek az elvarratlan szálak bizony még befutott rapperként is kísértik őket. Ennek eredményeképpen pedig újabb balhékba keverednek, és folyamatosan bíróságra járnak. Ez pedig akarva akaratlanul is hype-ot generál. Az emberek előszeretettel beszélnek az adott előadó kínos és megkérdőrezhető ügyeiről, ezzel rengeteg figyelmet generálva. Mert az emberek már csak így működnek. Imádják a bulvárt, a sokkoló híreket és a hangos balhékat is. YNW Melly ügye is tökéletesen beleillik ebbe a kategóriába. A rapper életére és a karrierére mindent lehet mondani, csak éppen azt nem, hogy hétköznapi lenne. Jelenleg éppen kettős gyilkosság miatt várja az ítéletet, ami vagy életfogytiglani börtön, vagy pedig halálbüntetés. Persze csak akkor, hogyha bűnösnek találják. Viszont a nyomozás eléggé megfeneklett, hiszen se DNS minta nincsen, se szemtanú, és bizony a gyilkos fegyvert sem találják. Kicsit ironikus, hogy Melly legismertebb trackje éppen a gyilkosság témakörét járja körbe, és bizony ez sem biztos, hogy segít a megítélésén. Vajon véletlen egybeesés lenne mindez? Többek között erre is megpróbálunk választ találni a mai videóban. Szóval, hogyha érdekel YNW Melly viharos élete és karrierje, akkor mindenképpen tartsatok velem. Mielőtt azonban elkezdeném, be kell nyomnom az örök életmódot. Na így már mindjárt más. Ezt a pólót ugyanis a God Mode biztosította nekem, ami egy vadonatúj exkluzív márka Magyarországon, és ahonnan bizony ti is tudtok rendelni a nemazas rac kuponkóddal, ékezetek nélkül 10% kedvezménnyel. A srácok hamarosan nyereményjátékot is hirdetnek, úgyhogy mindenképpen érdemes bekövetni őket, a linkeket ott hagyom a leírásban. Igen, eladtam magamat. Jamel Morris Demons, ismertem nevén YNW Melly, 1999. május 1-én született a floridai Giffordban. Édesapját nem ismerte, édesanyja egyedül nevelte fel. Mindössze 14 éves volt, amikor Melly megszületett. Folyamatosan komoly anyagi nehézségekkel küzdöttek, ez pedig Mellyt meglehetősen rossz irányba terelte, ugyanis már 15 évesen Bloods Banda tagként tevékenykedett, hogy pénzt szerezhessen. Ekkoriban kezdett egyébként SoundCloud-ra is feltöltögetni saját zenéket, ám 2015-ben egy iskolai lövöldözés miatt börtönbe került, ahol újabb dalokat írt. 2016-ban alapította meg a YNW csapatot, ami a Young New Wave, vagyis a fiatal új hullám megnevezést takarja. A börtönben töltött hónapok alatt sem állt le az új zenék írásával, ennek az eredménye lett a 2018 nyarán megjelenő I Am You című mixtape, amin eddigi legnagyobb slágere a Murder On My Mind is helyet kapott. Ez a dal később még fontosabb szerepet fog játszani Melly életében, de ne rohanjunk ennyire előre. 2019 elején befutott a második mixtépje, We All Shine címmel, amin egyébként Kanye West is közreműködött, aki szintén meglátta a tehetség szikráját Mellyben. A Yeezyvel közös Mixed Personalities-hez pedig egy official videó is készült. Nem sokkal a második mixtape megjelenése után Melly bizony hatalmas slamasztikába keveredett, és az ügy jelenleg is tart. Két közeli rapper barátjával és YNW társával egy autóban utaztak, amikor Melly állítólag két fejlővést adott le mindkét barátjára. A feltörekvő rapperek azonnal szörnyet haltak, majd Melly állítólag egy másik YNW tag segítségével úgy tüntette fel az esetet, mintha egy fegyveres rablás áldozatai lettek volna. A vádak szerint miután fejbe lőtte barátait, kiszállt az autóból, és kívülről is megsorozta azt, hogy úgy tűnjön, mintha fegyveresek támadták volna meg őket. A gyilkos fegyvert pedig elrejthették, mivel a mai napig nem került elő, így konkrét DNS-hez köthető bizonyíték sincs. Ezen felül szemtanúknak is hiány vannak. Az ügy körül természetesen rengeteg a kérdés és az ellentmondás. Elsősorban Mellynek vajon mégis mi haszna származhatott abból, hogy megöli két állítólagosan elég közeli barátját. Ezen felül pedig a rendőrségi fotókkal kapcsolatban is felmerült néhány kétely. Nevezetesen, hogy Melly vajon hogyan volt képes úgy leadni a lövéseket, ahogy azt a rendőrök állítják, és ahogy azok a rendőrségi fotókon is szerepelnek.
Míg maga YNW Melly és mások is többen arra hivatkoznak, hogy a rappert szándékosan akarják örökre rács mögé dugni, mert veszélyes elemnek tekintik a hatóságok. Illetve egy egész tracket szentelt a gyilkossági gondolatoknak a Murder on My Mind révén. Nem mellesleg a többszörös személyiségekről is írt egy dalt, Mixed Personalities címmel. Itt egy kicsit olyan érzése támad az embernek, mint amikor az erőszakos videójátékoknak tulajdonítanak gyilkosságokat. Olyannak tűnik az eset, mintha egy konkrét dal miatt gondolnák azt, hogy 100%-osan biztos, hogy Melly felel a két fiatal rapper haláláért. Bármi is legyen az igazság, jelenleg sajnos úgy néz ki, hogy YNW Melly vagy életfogytiglani börtönbüntetést kap, vagy pedig halálra ítélik, hogyha nem sikerül bebizonyítani az ártatlanságát valami módon. Maradjunk annyiban, hogy egyelőre egyik sem túl biztató kilátás. Melly mindeközben egyre nagyobb sikereket ért el a dalaival, még börtönbüntetése alatt is, és a Spotify-on már több mint 200 millióan streamelték szerzeményeit. A Murder on My Mind című track pedig mondhatni reneszánszát élte a kettős gyilkosság híre után, hiszen egészen más kontextusba került a dalszöveg. Melly egyébként nem is lazsált sokat a siker mámorában, ugyanis börtönbüntetése alatt még 2019. novemberében megjelent első stúdióalbuma Melly vs. Melvin címmel, ezzel is utalva Melly állítólagos skizofréniájára. A lemez, mondanom sem kell, hatalmas siker lett, és a Billboard 200-as listájának a 8. helyéig jutott. Ez pedig a hype és a tehetség együttes eredményének tekinthető. Mert félreértés ne essék, YNW Melly egy tehetséges fiatal előadó, de nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a börtönbüntetés és a kettős gyilkosság bizony iszonyatosan negatív dolgok, de mégiscsak ennek ellenére is hype-ot generálnak. Hasonlóan például egy halálesethez is, hiszen éppen így születnek a posthumusz bestsellerek. Ezeket talán furcsa így kimondani, de ez belénk van kódolva, ez az emberi természet kíváncsiságából fakad. És ezzel elérkeztünk a jelenbe. Melly még mindig rácsok mögött, nem tudni, hogy valaha szabadul-e, abban sem lehetünk továbbá biztosak, hogy ő követte el ténylegesen a kettős gyilkosságot, és abban sem, hogy ártatlan. YNW Melly története tehát több szempontból is rengeteg kérdést vet fel, viszont sajnos kevés a tényleges válasz. Rengeteg teória kering körülötte jelenleg is a YouTube-on, viszont hogy valójában mi igaz és mi nem, azt igencsak nehéz megítélni. Az ügy pedig még hosszasan elhúzódhat, és amíg nincsen terhelő bizonyíték, addig nincsen rendes ítélet sem. Ti mit gondoltok a YNW Melly ügyről? Bűnös? Ártatlan? Fejtsétek ki a komment szekcióban. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen csapd ki egy lájkot, és iratkozz fel, mert ingyen van. Illetve Instán és Facebookon is tudtok követni, linkek a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt nem fenyegetésből mondtam. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg!